arról, hogy a sivatagi táj folyamatosan átalakuljon, a megállíthatatlan szél gondoskodik. De van itt valami, ami sohasem változik. Az a sivatagi nap. A nap ereje és minden vizet pillanatokon belül elpárologtató heve az itt élők testfelépítését és szokásait alapvetően átszabta. A napsütés akár gyilkos erejű is lehet. A vörös óriás kenguruknak tiszteletben kell tartaniuk ezt a tényt. Ilyenkor, amíg a nap alacsonyan jár, nincs ok aggodalomra. De ez az állapot nem tart sokáig. Ausztrália a legszárazabb földrész, és nappal félelmetes hőség uralkodik. Óránként 5 Celsius fokkal nő a hőmérséklet. A hőmérséklet hamarosan eléri a kritikus értéket. Ha nem vonulnak árnyékba, a kengurukat a túlmelegedés veszélye fenyegeti. A közvetlen napsütésnek kitett talajfelszín hőmérséklete eléri a 70 Celsius fokot. Délre olyan magas a hőmérséklet, hogy árnyékot adó menedéket kell keresniük. Az árnyékban a napsütés energiájának zömével szemben védelmet élveznek, de a testhőmérsékletük még így is emelkedhet. A mellső lábukon a bőrükhöz közel sűrű az érhálózat. Azért nyalogatják a mellső lábukat, mert ahogy a nyál elpárolog, lehűti a vért. A hőkamera képe jól mutatja, milyen hatékony ez a módszer. A kék részek jelölik az alacsonyabb hőmérsékletű testrészeket. Ahogy a nyál megszárad, újra megnyalogatják a lábszárukat, és így alaposan megcsapolják folyadék tartalékaikat. A talaj még az árnyékban is tűzforró. A kenguruk azért kaparják a felső, átmelegedett réteget, hogy alatta hűvösebb földre lejjenek. A kenguruk azzal, hogy az árnyékban maradnak és nyalogatással hűtik magukat, szívroham nélkül vészelhetik át a nap legmelegebb óráit.